Alapkőletétel helyett ünnepélyes gerenda beemelés. A több mint 10 hektár alapterületű csarnokot a világ egyik vezető rugógyártójaként számon tartott NHK Spring építi meg a Tatai Ipari Parkban. A japán vállalat magyarországi ügyvezető igazgatója azt mondta, amikor a cégcsoport európai telephelyet keresett magának, Lengyelország, Csehország és Magyarország jött szóba. Több oka van annak, hogy végül Magyarországot választottuk. Azt tapasztaltuk, hogy itt nagyon szorgalmas emberek élnek, és a jól képzett munkaerő is rendelkezésre áll. Döntésünket a kedvező földrajzi elhelyezkedés mellett segítette a város polgármesterének pozitív hozzáállása is, ami meggyőzött minket arról, hogy ezt a térséget válasszuk, fogalmazott az ügyvezető igazgató. A döntéssel a társaság 100 új munkahelyet teremt a régióban, amelyet a várossal kötött együttműködési megállapodás is szentesít. Szabó László, külgazdasági és külügyminiszter helyettes úgy fogalmazott, jó hír, hogy a Magyarországon működő nagyvállalatok mellett új cégek is bizalmat szavaznak hazánknak. A régi befektetők is újra beruháznak, körülbelül 60% a magyarországi beruházásoknak, az már itt lévő nagy beruházóknak az újra beruházása, de jó hír az, hogy újonnan is jönnek a beruházók. Egyébként már 141 japán cég működik Magyarországon, 25 ezer embernek adnak munkát, és számukra nagy megtiszteltetés, hogy továbbra is vonzó célpont vagyunk a befektetések szempontjából. A vállalat Európa legnagyobb autógyárainak szállít alkatrészeket. Azt tervezik, hogy 2020-ra évente 3,5 millió rugót és több mint 1 millió stabilizátort készítenek magyarországi üzemcsarnokukban, amelybe a legkorszerűbb gyártási technológiát hozzák el. A termelés 2016 nyarán indulhat meg.